Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Szent Kármel Istentáns iskolában. Nagy József igazgatónőmmel beszélgetünk, hiszen hamarosan kezdődik a farsangi felvonulás. Minden évben sokan várják ezt a városban. Gondolom most is nagyon készülnek gyerekek, pedagógusok egyaránt. Igen, a farsangi felvonulást megelőzi már egy úgynevezett iskolai farsang. Pénteken a felső tagozatosok farsangoltak, mulatoztak és nagyon jól szórakoztak. Tegnap az első másodikosok, ma délután majd a harmadik, negyedikesek, de ilyenkor délelőtt, hamvazó szerda előtt, ugye megragadjuk az utolsó lehetőséget még a mulatozásra, és hát próbáljuk a telet előzni, bár nagyon szépen süt a nap, nem nagyon van mit előzni, de reméljük, hogy ezután nem is jön vissza a tél, és majd jó, jön a tavasz. A gyerekek mindig ötletes jelmezeket készítenek, nagyon olcsó dolgokból, de nagyon praktikus dolgokból. Gondolom, ez most is így lesz. Igen, nagyon sok osztály változtatott most a jelmezén. Szerencsénkre Péter testvér ki tudott utazni Barcelonába, ahol lehetősége volt többszínű nejlonzsákot venni, amit itt Magyarországon mi nem tudtunk beszerezni, így aztán most várhatóan nagyon színes lesz a kavalkád. És utána mindig egy ilyen látványosság, amikor ide visszajönnek az iskolába, és egy ilyen csoportképként felállnak oda a lépcsőkre. Igen, ugye a beöltözésen túl mindig vannak nagy maszkok, most is ebbe az évben is két új maszk készült, hát majd legyen meglepetés, hogy mi az a két új maszk, amit ugye a nagyobb nyolcadikos gyerekek vesznek magukra, és ők hozzák. Igen, ezért mindig szoktuk mi is nézni, hogy hogy bírják el, tehát tavaly be is mutatták, hogy kell ezt egy kicsit ilyen speciális tartószerkezettel viszik, tehát nem annyira nehéz, ez viszonylag könnyen tudnak benne menni. Igen, a nagyfiúk, a nyolcadikosok cserélik, mert azért csak elég megterhelő az, bizonyos megtett út után ugye átteszik. Érdekessége, hogy nem csak a Karcag TV kedves nézői nézhetik a farsangi felvonulásunkat, hanem két évvel ezelőtt a Spanyol TV is meglátogatott bennünket, bemutatta az iskolánkat, és pont azon a napon jött szerencsére, amikor a farsangi felvonulás volt, és ott is láthatóak voltunk. Készülnek-e valami meglepetése, még azok ugye a bábok meglepetések lesznek, de valami új mondókával, új farsangűző kis mondóka lesz-e? Hát azok a dalok, azok a versek kerülnek elő, amik évről évre el szoktak hangozni ilyenkor. És a gyerekek is gondolom, hogy nagyon várják, hiszen mondta, hogy készülnek. Minden osztály más-más nyelvet szokott készíteni. Aztán már előtte, tehát ezt hogy beszélik nekik közösen, vagy minden osztály, hogy ne egyforma legyen, tehát erre azért figyelnek. Hát azért a nevelők összehangolják ezt a munkát. Persze elfogadjuk a gyerekek ötleteit, mindig vannak divatosabb és még divatosabb figurák, rajzfilmfigurák, mikor mi ismertebb a gyerekek körében, de persze vigyázunk arra, hogy két osztály ne öltözzön egyforma jelmezbe. Most ma meg lesz a farsangűző, reméljük, hogy meg is érkezik a tavasz. Mi lesz a következő nagy rendezvényük, hiszen azért húsvét is most picit hamarabb lesz. Készülnek-e már esetleg arra? Igen, hát holnap délelőtt már ugye vége van a farsangi időszaknak, és hamvaszkodás lesz az iskolában, hamvazó szerda lesz hiszen, és a húsvét előtti nagy héten adjuk elő, most már úgy mondjuk, hogy hagyományosan a pasiójátékot. Kinőttük az iskola kis közösségi termét, úgyhogy ebben az évben a Dérinében fogjuk bemutatni. Hétfőn két előadásunk is lesz, 14:30 délután a Györfi iskola fogja ezt megnézni, délután 16:30 szívesen és nagyon nagy szeretettel várjuk a város lakosságát, felnőtt lakosságát is, hogy megnézze. Kedden a mi iskolánknak, illetve a Tiszafüredről is jelentkeztek már be az előadást megnézni, és valószínűleg vendégszerepelni is fogunk menni majd Miskolcra, mert már van meghívásunk. Akkor igen, tartalmas lesz a tavaszi szünet előtti következő néhány hét még az iskolában. Akkor mi hasonló jó időt kívánunk még Önöknek, és tartalmas következő hónapot még az év hátralévő részében. Köszönjük szépen!